above in the casket. Hát igen, a magabiztosság. Minden körülötted lévő médium azt mondja, hogy csak akkor mész valamire, hogyha egy megáltalatlan alfaim vagy, aki magabiztos. Ezt látod a plakátokon, tévében, filmekben, a social médián és mindenhol. De mennyire elérhető ez a való életben? Ez vissza kell mennünk egészen az elejéig, amikor megszülettél. Az életed első 10 éve csodálatos. Az a legnagyobb problémát, hogy nem kaptad meg azokat a mars lakócskákat. Abszolút magabiztos vagy. Ilyenkor nincsen semmi félelem benned, mivel nem tudod, hogy a dolgoknak következményei vannak. A tudatlanság ilyenkor egy óriási ajándék. 3 évesen simán megteheted, hogy egyszer faszba rohangálsz a strandon, amit most is megtehet, csak kicsikét mások lesznek a következményei. Amikor 10 éves leszel, elkezd érdekelni pár dolog. Már nem mindegy, hogy milyen cipőben mész suliba, vagy hogy milyen fajta beonzád. A tínédzser éveidben egyre jobban el kell kezdened beleilleszkedni társaságokba, elkezdesz fejlődni, egyre jobban érzed magad, gimibe, egyetemre mész, aztán üdvözöl téged a való világ. Néha belekeveredsz pár kínos beszélgetésbe. Sok olyan szituációval nézel szembe, amivel eddig még nem kellett. És majdnem összefosod magad, amikor te kerülsz sorra a prezentációnál. Ha együtt tudsz érezni ezek közül akármelyik dologgal, gratulálok. Ember vagy. Ez köt a legelső pontomhoz. Fogadd el, hogy nem vagy egy kibaszott szuperhős, és légy önmagad. Mindenki egy bizonyos pontjában az életének tapasztalni fog alacsony önbizalmat. És az idő során nem az életed lesz könnyebb, hanem megtanod kezelni a váratlan szituációkat. A legnagyobb bosszok sem varázslatosan magabiztosak, csak egyszerűen megtanulták vagy hozzászoktak a különböző szituációkhoz. Legyen hobbid, és legyen jó benne. Mindenkinek kell, hogy legyen egy dolog, amit szeret csinálni szabad idejében. Próbálj ki sok mindent, és találd meg azt, ami a legjobban kikapcsol téged. Ez lehet a fotózás, edzés, főzés, vagy bármi a világon. Soha ne érdekeljen, hogy mások mit gondolnak rólad. Nem lehet mindenkinek megfelelni, ezért teljesen felesleges azon gondolkodnod, hogy mi a véleménye a másiknak. Nagyon sok ember az anyukája, egy idegen, vagy ami talán a legrosszabb, egy social médián kommentelő ember véleménye befolyásolja az élete teljes kielvezésében. De most tényleg, még belegondolni is fura, hogy valaki egy ismeretlen kommentelő miatt akármit változtasson magán. Faszt érdekel, hogy János 900-nak mi a véleménye. Ne legyél negatív. Tudom, ezt így könnyű mondani, de próbálj meg hálás lenni minden új napért. Ebben sokat segít, ha azt csinálod, amit szeretsz. És csak jó szándékú pozitív emberekkel veszed körbe magad. Meg kell szüntetned a negatív emberekkel a kapcsolatot, mivel elképesztően befolyásol, hogy milyen társaság van körülötted. Mozog sokat. Nagyon sokat tud segíteni a magabiztosságodon a sportolás. A felesleges energiádat jobb itt levezetni, mint a Facebook vagy YouTube kommentek között. Az edzés endorfin termel, ami bizonyítottan tudja javítani a hangulatod. Ahhoz, hogy normálisan tudj edzeni, megfelelő regenerációra van szüksége a testednek. Ebben tökéletes megoldást biztosít a mai videó szponzora, a MasterGun. A szigorú korlátozások miatt most van időd otthon figyelni a tested épségére. Sajnos a karantén általában kevesebb mozgással jár. A sok ülés miatt nagyon be tudnak állni az izmok, amit hihetetlenül jól kimasszíroz a MasterGun Pro. Körülbelül 2 hetet ülték el nekem a termiküket, és valami elképesztően jó érzés. Segít az izomlázban, fejleszti a mozgástartományt, elősegíti a vérkeringést, felgyorsítja a bemelegítést és regenerációt, és még sorolhatnám, hány pozitív hatása van. Tökéletesen tudtam használni a testem minden részén, a 6 különböző fejjel. Akár tévénézés közben is, mivel annyira halk a nagy erőségéhez képest. Szerintem egy tökéletes karácsonyi ajándék, főleg ilyen kedvező áron. A leírásban találtok egy linket, ahol megvásárolhatjátok egy nagyon nagy 50%-os kedvezménnyel. Siessetek, mert limitált mennyiség van raktáron. Oszd be az idődet. Ha úgy élsz, hogy az élet sodor magával, ideje a kezedbe venni az irányítást. Ha az idődet okosan osztod be, a magabiztosságot garantáltan javulni fog. Mert érzed, hogy te irányítod az életedet, nem pedig fordítva. Nekem nagyon sokat segített a listaírása. Minden nap elején, vagy az előző este. Nagyon jó érzés kipipálgatni azokat a dolgokat, amikkel már végeztem. Csináld azt, amit szeretnél. Nem baj, ha nem leszel sztárügyvéd, orvos vagy mérnök. Azt csináld, ami boldoggá tesz.
persze igazán boldoggá, csak akkor tesz majd valami, ha tehetséges vagy benne. Hogyha nem csak a cél érdekel, és őszintén élvezed az odavezető utat is, akkor tudod, hogy olyan dolgot csinálsz, amit szeretsz. Szerezz minőségi barátokat. Fontos, hogy legyenek az emberek, akikkel megoszthatod a gondolataid. A cél az, hogy olyan barátaid legyenek, akik fejlődésre ösztönöznek. Ne panaszkodj. Igen, tudom, nem egyszerű. Mert hülye a főnök, meg a kocsit is szervizbe kell vinni, de figyelj. Rajtad kívül nem sok mindenkit érdekelnek a panaszaid. Persze néha kijön az emberből, de ha állandóan csak arról beszélsz, hogy milyen szar minden, lassan elkezdenek majd kerülni az emberek. Edz, hogy jobban néz ki. Ha te edzés nélkül is elégedett vagy a testeddel, akkor rendben van. De a férfiak többségének nagyon nagy löketet tud adni a felszed egy bizonyos izomtömeget. Az a legfontosabb, hogy amikor belenézel a tükörbe, elégedett legyél azzal, amit látsz. Legyenek céljaid. Mindig legyenek terveid a jövőre. Ha van egy konkrét célod, annál motiválóbb dolog nincsen. Minden nap úgy kezd fel, hogy meg akarod valósítani, és nem érdekelnek az akadályok. Legyen rend körülötted. Ha nincs rend körülötted, az arra utalhat, hogy az életedben sincsenek rendezve a dolgok. Sokkal tisztább fejjel lehet úgy működni, ha precíz minden. Ne veszek egyeneten. Most komolyan, a mai napig látok embereket, akik lehetetlen módon felbasszák magukat egy képen vagy egy videón, és kényszert éreznek arra, hogy ezt le is írják. Pár embernek ilyen sok ideje van, hogy leírjon egy negatív novellát mások munkájára? Nem tudom elképzelni, hogy milyen szomorú lett az életük, hogy időt fektessenek abba, hogy összemocskolják valakinek a dolgát. Egyből kelj fel, amikor megszólal az ébresztőd. Miután felébredsz, egyből kezd is el a napod. Ha sokáig csak fekszel, telefonozol, és nem csinálsz semmi hasznosat, értéktelennek fogod magadat érezni, és nem magabiztosnak. Kerüld a negatív embereket. Az ilyen emberek csak arra jók, hogy elvegyék az összes energiádat. Egyszerűen, ha látják, hogy éppen meg vagy elégedve magaddal, megtalálják a módot arra, hogy ez romba döntsék. Nagyon rossz hatással vannak az önbizalmadra. Az ilyen emberek lehetnek akár munkatársak, családtagok, osztálytársak is, ezért nehéz lehet egyik pillanatról a másikra kizárni őket. Ne félj attól, hogy hibázol. Sokan nem mernek új dolgokat elkezdeni, mert nem szeretnének hibázni. Az életben nem lehet mindent tökéletesen csinálni. Szóval ne félj attól, hogy nem fog sikerülni. Ha kipróbálsz 10 dolgot, és egy jön be, akkor is előrébb vagy, mint aki nem csinált semmit. Ne keresd kifogásokat. Támsz, gyere ide, hol van a pénzem? Most nem lehet, el kell mennem a nagyanyám. Ezzel igazából csak saját magadnak hazudsz. A feladatokat meg tolod magad előtt. Aztán nap végén jön a szarérzés, hogy mennyi mindent csináltál volna, és mégsem tetted. A megbánás egy nagyon szomorú és rossz dolog. Úgyhogy lájkold be a videót, ha tetszik. Nehogy rossz nézéssel feküdj le. Aludj eleget. El sem tudom mondani, hogy ez mennyire fontos. A kevés alvás rontja a koncentrációt, és a kedvedre is nagy hatással van. Fáradtan nem vagy képes jó döntéseket hozni. A szervezeted a megfelelő működéshez legalább 7, de inkább 8 óra alvást igényel. Ne hagyd, hogy átgázoljanak rajtad. Mindig állj ki az igazadért. Ha látják rajtad, hogy kihasználhatnak, akkor ki is fognak. Öltözködj jól. Lehet, hogy ez nem tűnik olyan fontosnak. De egy olyan szett, amiben jól érzed magad, nagyon nagy önbizalmat tud adni a hétköznapokban. Próbálj meg jó minőségű és kényelmes dolgokat hordani, vagy igazából bármit, amitől jobb kedved lesz. Ne sértődj meg másokra. Vannak ettől sokkal jobb módszerek arra, hogy közöld a másikkal, ha neked nem tetszik valami. Inkább mondd el egyenesen a problémádat, mert megsértődni a másikra elég gyerekes megoldás, és a legtöbb esetben nem is célra vezető. Rendszerezd a napjaidat. Mindig legyen rendszer az életedben. Nem fontos, hogy percre pontosan ki legyen számolva minden, viszont mindig legyen egy irány, és így kevesebb váratlan helyzet ér. Ne magyarázkodj. Olyan furcsán viselkedsz mostanában. Értem. Szia! Nagyon sokan beleesnek abba a hibába, hogy elkezdenek magyarázkodni, amikor például nemet mondanak. Igazából erre semmi szükség. Megvan a saját életed, saját dolgaid, és ehhez senkinek nincsen semmi köze. Próbálj ki új dolgokat. Fontos, hogy mindig csinálj valami újat. Ha minden napod ugyanúgy zajlik, bele fogsz fáradni, és nem lesz motivációd. Ne akadj fenn hülyeségeken. Elég sokan ki tudnak akadni fasságokon. Hidd el, az idő többet ér annál, hogy felragadj apróságokon. Egészségesen étkezz. Úgy tartja a régi mondás, hogy az vagy, amit megeszel. A egészséges étkezés nem azt jelenti, hogy salátán meg vizen kell élned, hanem röviden csak annyit, hogy változatosan táplálkozz minőségi ételeket. Hideg zuhany.
Igazából erről nagyon sok tanulmány készült, és nagyon sok tudományos hatását el lehetne mondani. A legfontosabbak között van, hogy egyrészt jótékony hatása van a vérkeringésre, és javítja az éberséget is. Mindenkinek más a tűrés határa, ezért konkrétan nincsen szabály arra, hogy mennyi időre, meg hogy milyen hőmérséklet az optimális. Kezdetben csak rövid ideig érdemes csinálni, aztán körülbelül egy hónap alatt lehet 2-3 percen növelni. Bőrápolás. Sokan a bőrápolást nőies dolognak tekintik, pedig nagyon nem kellene. Lényegében a tested legnagyobb látható részét a bőröd teszi ki, ezért érdemes rá vigyázni. Nem arra gondolok, hogy egy nap 20 féle krémet kell használnod. Többek között a megfelelő folyadékbevitel és a normális étrend is segít a bőröd egészségéhez. Vedd körbe magad sikeres emberekkel. A környezeted nagyon nagy mértékben meghatároz téged. Ha sikeres, pozitív, motivációval rendelkező emberek vesznek körül, pozitív irányba fogsz fejlődni. A nap végén nem valami varázslatos dolog fog magabiztossá tenni, hanem az, hogy megtanulsz kezelni különböző szituációkat. De talán a legfontosabb, hogy maradj önmagad. Amiket most felsoroltam, sokat tudnak segíteni. Viszont akkor vagy igazán magabiztos, ha belülről jön az érzés, és nem csak kívülről adsz magadról egy ilyen látszatot. Ezt viszont eldönteni csak is te tudod. Köszönjük azt a nagyon sok pozitív kommentet. Meglepően jól fogadtátok ezt a visszatérést, és örülünk, hogy ennyire kedvelitek a videóinkat. Nem tudom, hogy tudjátok-e, de egy ilyen videó elkészítése minimum 2 hetet vesz igénybe. A partneremmel egy nagyon komplex munkamorát követünk, ami a szövegírástól, filmek kereséséből, kiválasztásából, animációk elkészítéséből, hangdesignból, és még sorolhatnám hány dologból áll. Röviden, egy videó elkészítése rendkívül időigényes, ami reméljük valamennyire látszik is. Hogyha szeretnétek támogatni a munkánkat, nagyon sokat segít csupán egy like vagy egy komment a videón. Ehhez kedvez az algoritmusnak, így több emberhez el tud jutni a videónk. És ezt nem azért mondom, hogy több pénzt keressünk, mivel a copyrightos tartalmak miatt nem is monetizálhatóak a videók, így igazából jövedelem sem jön a megtekintésekből. Úgy gondoljuk, hogy inkább rakunk egy olyan zenét, meg vágóképet, amit szeretnénk. Még úgy is, hogyha megakadályoz egy esetleges jövedelem forrástól. Reméljük tetszett a videó. Sziasztok!